Tisztelt kelepesi lakosok! Mint bizonyára hallották, a kormány a mai nappal bevezette a rendkívüli helyzetet. Ez egy speciális helyzet Magyarországon belül, ilyen még nem volt. Én úgy gondolom, hogy a lehető legjobb, proaktív vonalon hozta meg ezt a döntését a kormány, ugyanis egy ilyen járványügyi helyzetben, amennyiben reaktívan cselekednek, tehát már kicsúcsosodott a járvány, akkor utána visszaszorítani, illetve az áldozatoknak a hozzátartozóival elszámolni sokkal nehezebb, mint egy ilyen proaktív intézkedéssel, megelőző intézkedéssel megelőzni a nagyobb fertőzési gócpontoknak a kialakulását. Ahhoz, hogy ezt a kormány sikeresen tudja kivitelezni ebből az elkövetkező néhány hétben, nagyon remélem, hogy csak néhány hét lesz, a önkormányzatokra igen komoly feladat hárul, így rám is. Kelepes tekintetében korábban már jeleztem, hogy a katasztrófavédelmi terv az 2013-as volt. Ezt gyorsan megpróbáltuk, mégis megcsináltuk, mert átalakítottuk. Megvan a 150 személy, akiket a jogszabályi kereteket figyelembe véve választott ki a katasztrófavédelem, illetve a megfelelő szakemberek az önkormányzaton belül. Ők rövidesen megkapják a kiértesítésüket, illetve megvannak azok a parancsnokok, ilyen esetben a polgárvédelmi parancsnokok, akik egy rendkívüli helyzetben az elhárításban segítkezni fognak. Ők már tudnak a feladatról. Múlt héten pénteken ült össze először a operatív törzs, kerepesi operatív törzs. Próbáltunk így teoretikusan felkészülni erre a helyzetre, hogy beszéljünk róla. Az intézményvezetőkkel, illetve a házi orvosokkal. Én nagyon remélem, hogy egy olyan együttműködés tud kialakulni, ami remélem nem alakul ki egy rendkívüli helyzet, de ha mégis kialakul itt nálunk Kerepesen is, akkor hatékonyan tudunk majd segíteni, illetve a megoldást megtalálni. Új helyzet, rendkívüli helyzet, azonnali döntéseket és intézkedéseket igényel majd. Folyamatosan fogjuk Önöket tájékoztatni. Pénteken ül össze megint ez az operatív törzs. Roppant fontos, ennek a kormányzati megelőző döntésnek nem a pánikkeltés a célja, hanem pont az, hogy ne alakuljon ki egy olyan helyzet, ami a Olaszországban kialakult. Az, hogy a vírus elterjedése mekkora veszélyt jelent a társadalmunkra, szakorvosok, virológusok már elmondták az interneten. Viszont az a társadalmi reakció, amit adhat egy pánikba eső társadalom, a sokkal problémásabb. Kérem Önöket, tájékozódjanak a megfelelő kormányzati csatornákról, esetleg Kossuth Rádióból, ott hiteles információkat fognak kapni. Óvok mindenkit a pániktól, a felvásárlási láctól, és kérem Önöket, hogy nyugalomban figyeljék a híreket, és a hatósági döntéseket, a hatósági utasításokat tartsák be.